kornak rendesen. Ellopnak, eladnak, zsarolnak, pusztítnak végtelen. Kígyóg a kebleden. És akkor egy római katolikus embert szeretnék ide szólítani. Egy nagyon komoly magyar drámaírót, aki nem csak hogy tagja a Szent Korona lovagrendnek, hanem egyik kiválósága is a lovagrendnek. Kocsis István urat kérném akkor a mikrofonhoz. 20 perc, 25, mennyi legyen? 40. Hát az. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. És hát nem tudom, milyen rövid idő alatt el lehet-e mondani, amit én el szeretnék mondani ez alkalommal. De hát csodákról fogok beszélni, és csodákról röviden is lehet. Kezdeném azzal, hogy rettenetesen nehéz helyzetben van ma a kereszténység. A nemzet halál rémében néz szembe, fogynak, öregszenek az európai nemzetek, és lelkiismeretes gondolkodóik már sejtik, általában nem ők irányítják az országokat, de sejtik, hogy egyetlen megoldás, ha méltóképpen szembe akarnak nézni a nemzethalál rémével, ha meg akarnak maradni, hogy visszatérjenek a szakrális hagyományokhoz. És sokan közülük felvetik, hogy tehát nem találják az utat. És hát az is elhangzik ilyenkor, és erre nagyon büszkének kell lennünk, hogy hát ha a magyarok segítségével, mert ott a szakrális hagyományok, az éltető hagyományok még feléleszthetőbbek. És természetesen a magyar közjogi hagyományról is beszélnek ilyenkor, a Szent Korona misztériuma és tana kérdésköreiről. Erről még franciákkal is lehet beszélgetni. Én Lászeletben beszélgettem ilyen valódi konzervatív és franciákkal. Az volt a konferencia címe Lászeletben, hogy a magyar sérelmek. Ezekben a napokban, amíg ez tartott, megkérték a zarándokokat, mert ez egy nagy zarándok hely, hogy magyarul mondják a mi atyánkot. És amikor bordói bor mellett bevallották, hogy miért olyan fontos számukra a magyar történelem, akkor azt is elmondták, hogy hát az nem pontosan úgy van, ahogy mi gondoljuk, hogy milyen szerepük volt a franciáknak Trianonban, illetve a párizsi békekonferencián. Az ő szerepük annál hát szégyenlivaló volt, mint mi gondoljuk, mert ők hát cinkosként viselkedtek ott, de nem ők irányítottak. El is ítélték mindannyian Trianont, és utána azt mondták, megismerkedve közben egy kicsit a Szent Korona tanával, hogyha olyan elnöke lenne most franciának, amilyen, hát ők azt mondták, hogy utoljára De Gaulle volt, akkor lehet, hogy nem engednének egyedül haza Budapestre, hanem egy küldöttséggel együtt, hogy itt tanulmányozhassák a Szent Korona misztérium és tana kérdésköreit, mert ez megoldás lehetne az európai kereszténység megmentésére. Hát a végtekintet, arról is beszélgessünk egy kicsit, hogy miért olyan fontos meg ezzel foglalkozni a Szent Korona misztériumával és tanával. A legkönnyebb kérdés, nem ismerhetjük meg a magyar történelmet, hogyha nem ismerjük a Szent Korona misztériumát és tanát, hiszen a régi magyar életet a Szent Korona határozta meg, és ennek köszönhetjük, hogy megmaradottunk. Ehhez elég a Mohács utáni évszázadokat tanulmányozni, amikor nagy veszélyben volt a magyar nemzet.
és tele volt hatalmas, ezek az évszázadok tele voltak hatalmas győzelmekkel. Ezek nem csatatőri küzdelmek utáni győzelmek, hanem közjogszint terén lezajlott küzdelmek, de rendkívül érdekesek. Nem mondok el egyet se, csak felhívom figyelmet arra, hogy ilyen volt Bethlen Miklós győzelme első Lipót fölött, amikor arról volt szó, hogy a török világ után Erdély hova tartozzék. A német-római birodalom valamilyen tartománya legyen, mert Lipót így szerette volna, azért nem szeretett úgy kormányozni, ahogy a magyar királyságban kell, mert húsba kötötte a magyar alkotmány és a Szent Korona. És ő szeretett rendeletileg kormányozni. Hát ekkor a korabeli magyar nádor elmesélte neki, amíg ez a közjogküzdelem zajlott, amelyen nem személyesen vett részt Lipót, hanem főhivatalnokai képviselték, akkor hát ez a korabeli nádor Eszterházy Pál mindig arról mesélt neki, hogy hogy jár a magyar király, ha szembe mer fordulni a Szent Koronával, hogy életét is veszítheti, trónját veszítheti, életét, családja életét is kockáztatja. Felhozta neki Salamon király példáját, aztán felhozta első Ulászló rejtélyes halálát. Mindenki úgy gondolta akkor, hogy engesztelő áldozatként esett el a várnai csatába, mivel hogy az ő megkoronázása érdekében sértették meg legsúlyosabb mértékben addig a Szent Koronát. Tehát azért is kell tehát tanulmányoznunk ezen kérdésköröket, hogy megismerhessük, méltóképpen megismerhessük történelmünket. A második pedig az, hogy ez a jövendőhöz való, a biztonság az jövendőhöz való út, a jogfolytonosság helyreállítása. Vissza kell vonulnunk a Szent Korona védőboltozata alá. Mit ezt megerősíti, ha elmondom, hogy tulajdonképpen mit jelentett a régi korok magyarjainak a Szent Korona, miképpen határozta meg a régi magyar életet. Először is minden drámai helyzeten a Szent Korona segítségével lett úrrá a magyar nemzet. Megteremtette a nemzeti egységet minden súlyos helyzetben. Ez annyira így volt, hogy a bécsi titkosszolgálatnak ez könnyen bizonyítható. A legnehezebb feladata az volt, hogy elültesse a magyar nemzet lelkébe a turáni átkot. Mert hát az egység mindig helyreállt, ha szükség volt. Rendkívüli volt ennek a jelentősége, de hát bizonyítani is könnyű, hogy így volt, hiszen ha tanulmányozzuk Bethlen Gábor és Pázmány Péter viszonyát, akkor mindez nyilvánvalóvá válik, hiszen az egyik harcos protestáns, a másik harcos katolikus, az ő szavaival katolikusok értelmezésében katolikus újjászületés vezetője Pázmány, legharcosabb protestáns Bethlen Gábor, az egyik Habsburg párti, a másik fegyverrel küzd a Habsburg ház ellen, és egyé tudnak válni a Szent Korona misztériumában és tanában, és mindig azt nézik, semmi más nem néznek, csak azt, hogy mi használ a magyar nemzetnek. El kell olvasni a levelezésüket, és rádöbbenünk ennek igazságára. Hát megteremtette a magyar nemzet és a nemzetiségek békés együttélését is egészen addig, amíg ugyancsak a magyar nemzet ellenségei meg nem szervezték a nemzetiségi ellentétet. De nem tudták annyira, hogy még a
19. 20. század fordulóján se volt olyan nemzetiségi ellentét, amilyen most a tankönyvek szerint, a mostani tankönyvek szerint van, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a párizsi békekonferencia azért ösztönözte arra a románokat, szlovákokat, magyarországi románokat, szlovákokat és szerbeket, hogy tartsanak nagygyűléseket, mert rájöttek arra, hogyha népszavazást tartanak Magyarországon, ahogy azt a győztes nagyhatalom, hát egyetlen győztes nagyhatalom volt az első világháború után, a többi diplomáció úton sorolták a győztes közé az Egyesült Államok, ahogy ennek elnöke Wilson megígérte, a népek önrendelkezési jogának kell érvényesülnie, és ezért népszavazást kell tartani, de rögtön rájöttek titkosszolgálatok segítségével, hogyha a Magyar Királyságban népszavazást tartanak, akkor megmarad a történelmi Magyarország. Ezért kellett nagygyűlést tartani, és biztosították a nagygyűlések szervezőit, hogy elfogadják a határozatokat népszavazás helyett. Vallják ezt román történészek is, most már Lucián Bolya könyvére utalnék az első világháborúról. De most elmondom azt a csodát, amelyik a Szent Korona misztériuma beható ismerete nélkül nem fogható fel. Valamikor a késő középkorban szintén nagy rettegés lett túl rá a kereszténységen, akkor, hát ezt Alighieri Dante, ez a Dante Alighieri, ez a magyar lelkű olasz, aki nagyon szerette a régi magyar hagyományokat tanulmányozni, különösen a tündérkultusz, tátos paripa kultusz, nem így nevezte aztán, mert abban a korszakban éppen ez egy kicsit veszélyes volt, ez már az inkvizíció korszaka, tehát ő tündéronát elnevezte Beatrice-nek. Ez teljesen ártalmatlan dolognak tűnt, de minden korabeli ember jól értette. Hát a magyar szakra is király beavatásáról írt ő nagy szeretettel. Hát ő mondta ki leghatásosabban reszkes keresztény világ, mert megváltozik a népek és az uralkodók viszonya, mert a jövendő uralkodójának már nem az lesz a célja, hogy méltó közvetítője legyen Isten akaratának, nem akar hiddá válni országa és a szék között, tehát nem akar valódi király lenni, most úgy mondjuk, hogy szakrális király, hanem olyanok lesznek, akiknek a legfőbb gondjuk hatalmuk megőrzése és növelése. Ez akkor nagyon súlyos vád volt, most lehet, hogy nem érezzük olyan súlyos vádnak, de akkor minden európai nemzet megpróbált, hát minden öntudatos európai nemzet megpróbált méltóképpen válaszolni erre a nagy kihívásra, de a magyar válasz a legméltóbb, mert a magyar válasz az volt, hogy ha nem lesz többé valódi király, a jövendőben egyszer csak nem lesz, magyar király akkor még volt, amikor ez először felvetődött, de az utolsó ilyen királyunk Mátyás király, akkor a szakrális király teljhatalmát ruházzuk át egy mindenki által elismert, szentnek elismert személyre, a Szent Koronára. Arra a Szent Koronára, akiben mindenki bízik, a korabeli ember ezt olyan egyszerűen fogalmazta meg. Nem, van-e mögött egy könyvtárnyi szakirodalom, emögött a mondat mögött, amit most ki akartam mondani, de ők így fogalmazták meg, hogy angyal hozta a Szent Korona, ami azt jelentette, hogy Isten küldte a magyar nemzetnek meghatározott céllal, meghatározott üzenettel. Ez az üzenet az volt, hogy erősítsük meg a régi magyar küldetést, amelynek lényege, hogy a magyar nemzet méltóképpen érvényesítse az élő égi igazság akaratát, aki nem más, mint Isten önvédő megnyilvánulása, szeretet oltalmazó igazságosztó hatalom.
az élő égi igazság, a Raffaello ábrázolásában az élő égi igazsággal találkozik Attila is, amikor arra inti az élő égi igazság, mert a királynak mindig engedelmeskednie kellett neki, hogy győzelmét ki nem használva forduljon vissza Róma falaitól, és erre emlékeznek a nyugat-európaiak is, mert azt mondják, hogyha lesz, vagy lenne egy olyan európai egység, amelynek szakrális alapja lenne, akkor egy akkora szobor kellene felállítani a tiszteletére, amilyen legalább akkorát, mint az amerikai szabadságszobor, de ennek a talapzatára csak azt lehetne felírni, hogy győzelmét ki nem használva visszavonult, és ez akkor természetesen egy Attila szobor lenne. De hát azt mondtam, hogy csodáról is fogok beszélni. A csoda az, hogy a Szent Koronatan az egy királyi hatalmat korlátozó közjogi tan, kötelező erejű közjogi tan. Ennek rendkívül jelentősége, mert nem teszi lehetővé, hogy az alkalmatlan király ártson. Nem teszi lehetővé, hogy az ártani akaró király szembe tudjon fordulni az ország és a nemzet érdekeivel. De ha tanulmányozzuk, hogy hogy alakult ki, mert hát ez hosszú közjogi küzdelmek eredménye, hogy alakult ki a Szent Koronatan, akkor azt látjuk, hogy a Szent Koronatan nem így nevezték, ezt évszázadokon később kezdték így hívni, mindig a Szent Korona akaratával, erejéről, misztériumáról beszéltek. De azt értették alatta, és ez volt nagyon fontos, hogy a magyar királyságban a királynak fölöttese van a Szent Korona és a király, hogyha szembefordul a Szent Koronával, akkor felségsértést követel. Szépen fejezi ezt ki Zsigmond király oklevele, aki megjutalmaz egy Péter nevű ispánt, azzal az indoklással, hogy akkor kelt fel ő ellene Zsigmond magyar király ellen, tehát lázadásért jutalmazza meg, amikor ő magyar király létére szembe mert fordulni a Szent Koronával. Hát a nagy csoda miben rejlik, és ezt az európai közjogtörténészek is nagy csodának tekintik, hogy éppen a magyar királyok, a legjelentősebb magyar királyok tettek meg legtöbbet annak érdekében, hogy ez a különös közjogi tan kialakuljon. Kiemelnünk közülük Nagy Lajost és Mátyás királyt. Egyszer csak Nagy Lajos azt mondja, hogy hát meg kellene azt az aranybullát erősíteni. Én is alá szeretném írni. Legyen ereje. De tegyünk még hozzá valamit, és akkor azt mondja, hogy legyen kimondva ebbe az áradékba az egy és ugyanazon szabadság elve, ami azt jelenti, hogy a közjogban a fő és köznemes egyenlő. A másik pedig az ősiség törvénye. Mert valamiképpen felfogta, hogy a jövendőben rendkívüli lesz a jelentősége annak nagyon nehéz helyzetben, hogy a gazdasági hatalmat ne tudják elvenni a magyar nemzettől. Mert ha elveszik a gazdasági hatalmat, akkor szolgálvá válik a politikában. És akkor ő ezt vállalja, hát csökkentve ezzel a királyi hatalmat, de erősítve a országa lehetőségeit, nemzet lehetőségeit. Mátyás király példáit nem mondom most el, mert hallottam azt a beeregést, de ő, és nem is értették a környezete bériek, hogy miért cselekszik ilyet, egyszer csak azt mondja, hogy ki ez a főispán? Hát az én kinyújtott kezem. Olyan főispán legyen, akit a vármegye választ, és
És ez a főispán ne az én érdekeimet képviselje, hanem a vármegyéje érdekeit. A vármegyéje önkormányzat alapjaira rakja be ezzel. És egyszer csak azt mondja, hogy ki ez a magyar nádor? Hát alig van hatásköre. Hát ha a nemzet megküzd bizonyos kérdésekben a királlyal, a nádor képviseli, hát ez ilyen hatáskörrel mit tud képviselni? És megtisztelezi a nádor hatalmát. Tehát ezzel csak azt szerettem volna mondani, és rögtön befejezem. Nyugodtan fejezni. Azt szerettem volna mondani, hogy valami olyat tettek, ami ésszel felfoghatatlan. Nem a saját hatalmuk számított nekik, hanem valami, ami annál fontosabb. Persze azt is tudnunk kell, hogy ők látták a jövendőt, mert különleges képességeik voltak, és itt most természetesen nem beszélek róla, mert nincs erre idő, de szívesen beszélnék a beavatásukkal, amely által megszerezhették különleges képességeiket. Hát ez eléggé egyszerű volt, magyarok számára könnyen érthető, mert sok népmesét olvastunk, és ismerjük a magyar mitológiát. A beavatásuk tulajdonképpen, hát sokszor tartott az több évig is, és sokszor talán egy évtizedig is, abból állt, hogy fel kellett ülniük a fényből való tátos paripára, és a tátos paripa hátán be kellett ugratniuk tündéjön a kastélyába, ahol megszerezhették a különleges képességeiket. Hát a legegyszerűbb különleges képesség az, hogy látják a jövendőt, a legnehezebben felfogható, hogy nyitva kellett tartaniuk országuk fölött az ég kapuját. Nem véletlen, és erre is legyünk nagyon büszkék, hogy Mátyás királyt, ő elindul a bécsi hadjáratra, de a nyugat-európai hadjárat nem abból állt volna, ami az elején történt, hiszen őt meghívták német-római császárnak, és utána pedig Rómába is hangoztatni kezdték, hogy ott is császárra kell koronázni, mert ő lehet az, aki helyre tudja tolni a kizökkent időt. Hát a kizökkent idő éppen azt jelenti, hogy a szakrális hagyományok eltűnnek, értető hagyományok eltűnnek, és veszélybe kerül a jövendő. Bezárul a kereszténység fölött az ég kapuja, ezt jelenti a kizökkent idő, és bizony, olyan szavakkal beszéltek erről, hogy mi már alig merjük felfogni, és amikor Mátyást ünnepeltük, akkor olyan tanulmányok jelentek meg, hogy amelyekben úgy kérdezgette a tanulmányíró, hogy annak az olasznak, aki így beszélt Mátyás királyról, vajon hány véka aranyat ígért Mátyás. Hát azt mondja ez a Ludovika Kárben, hogy lesz még egyszer ünnep a világon, amikor Mátyás királyt császárrá koronázzuk Rómába. Na hát befejezésképpen azt mondanám el, hogy akkor, amikor tulajdonképpen ez a csoda, a csoda az, hogy királyok támogatnak egy olyan közjogi tan kibontakozását, amely a királyt húsba köti, ha alkalmatlan. Nagyon nagy dolog és példátlan. De hogy mit jelentett ez a magyar nemzetnek, azt megértjük akkor, hogy szerencsére már elmondtam, hogy miért tekintette szentnek a magyar nemzet a Szent Koronát, és hogy van ez összefüggésben a magyar küldetés tudattal, hogy miért jelentett ez a magyar nemzet számára akkora biztonságot. És bizony, rengeteg példát tudunk felhozni arra, hogy miképpen tudtunk által erőssé válni. Hát
visszatérnék egy derülátó, ezzel zárnám, következtetéshez. Már ennek a bevezetését elkezdtem a legelején, hogy felértékelődik mindaz, ami magyar múlt. Felértékelődik a magyar történelem tanulmányozása, a hiteles magyar történelem tanulmányozása. És mivel, és még egy mondattal visszatérek, leszelettel, ott azt mondták a történészek, hogy Európának nem lesz jövendője, hogyha nem tudja megteremteni saját hiteles történelmét. Mert egyetlen európai országban se a hiteles történelmet tanítják, mi ott Bordói Bor mellett kiszámítgattuk, de főleg ők régóta ott van, hogy körülbelül hány részét a hiteles annak a történelemtudománynak, amit nekik tanítanak, hát a miénk is olyan lehet, olyan 20%. És akkor azt mondták, hogy azért legyünk nyugodtak, mert a történészek még 60%-ot a 20%-on kívül tudnak, csak azokat nem nagyon lehet kimondani, mert elvárások, tabuk, kötelező előítéletek teszik lehetetlenné, és elsősorban a régi korok történelme tanulmányozását, őstörténet tanulmányozását, Szakra és Királyság története tanulmányozását, és a 20. század történelme tanulmányozását. De mivel most már tudják, hogy nem lesz jövendője ennek a keresztény világnak, hogyha nem vállalja a saját történelmét, és minden igazság, a teljes igazság kimondását, mert csak úgy épül fel a történelmnek az a vára, amely védő várá tud átalakulni, hogyha vállalja a teljes igazság feltárását, és ebben a magyar történelemnek rendkívüli szerepe lehet, hiszen már is jönnek tanulmányozni olaszok a magyar tündéranakultuszt, hogy megértsék Dantét, jönnek az Egyesült Királyságból, hogy megértsék az Arthur mondakört, az is nagyon összefüggésben van a tündérkultusszal. Tehát tanulmányozzák azt, mi volt tulajdonképpen az a rejtélyes beavatása a magyar királyságban, amely nem csak a király beavatása volt, és erre is nagyon büszkének kell lennünk, mert az a rejtélyes szakrális hierarchia alakult ki a beavatás által, amely áttekintető volt, és éppen ezért megakadályozhatta, hogy kontraszelekció legyen a régi magyar életben. Mátyás királya példálozhatnánk. Tehát én úgy érzem, hogy közeledik az az idő, amikor politikai akarat születik szerte Európába arra vonatkozóan, hogy meg szabad teremteni a hiteles történelmet. És akkor valószínűleg úgy fogják kezdeni, mert nem fogják többé, nincs értelme letagadni, úgy fogják kezdeni a magyar történelmi könyveket Magyarországon is, ahogy Bonfini kezdte, a szkítákkal. És szépen bemutatják úgy, hogy ez történt, és méltó helyet foglal el benne a Szent Korona, misztériuma és tana, és benne lesz az a mondat is, amit sok nyugat-európai már kimondott, hogy mert nem csak magyarok mondják ki azt, hogy népe Krisztus a Magyarország, meg hogy Magyarország a keresztény, hanem mások is. Benne lesz az a mondat is, hogy a magyar történelem rejtélyes módon misztériumjáték. De a misztériumjáték ebből jön az utolsó mondat, ami derülátó, ami azt jelenti, hogy a misztériumjátéknak a lényege, hogy egy nép nagyon drámai helyzetbe az égi hatalmat tudja
fédelmezni, helyettesíteni, ami azt jelenti, hogy, és most már nem mondom, mert csak a legeslegutolsóbb mellé, hogy akit Istenre emelt fegyverrel próbálnak megsemmisíteni, az nem semmisíthető meg, hanem csak megsemmisíthetetlenné válik. Hát akkor. Én Pista bátyámtól azt tanultam meg, nagyon, nagyon fontos mondat egyébként, ez az ő mondata, csak én fogom most elmondani, hogy a nyugatiak mindig azt mondják, hogy mi magyarok megkésett fejlődésben vagyunk. Ez igaz, de ez a megkésettség áldott megkésettség, mert ez a megkésettség által maradtunk szakrális birodalom legtovább Európában. Ez nem az én mondatom, még egyszer mondom, ezt Pista bátyámtól tanultam, tehát ugye nem baj, a te mondatod az... Igen, de az utolsó mellékmondatot helyesbíteném, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy, hogy nálunk a szakrális hagyományok később kezdtek sorvadni, búvópatakként jelen vannak és feléleszthetőbbek. Tehát tulajdonképpen ilyen szerényen fogalmat. Hát én ugye leegyszerűsítettem. De nagyon javasolnék mindenki számára, ugye nem a saját könyvemet reklámozom, hanem Pista bátyámét. A Szent Korona eszme időszerűsége, én itt láttam kint, ugye árusít-e valakiként a könyvet? Nem tudom, de van nálam néhány, kiteszem majd. Jó, Pista bátyámnál is van, ezt a könyvet én mindenkinek nagyon ajánlom. Ez egy olyan munka, ami azt gondolom, hogy azok számára, akik ebben a témában szeretnének teljesen tisztán látni, megvilágítja az utat. Az én könyvem az Emelkedjünk magyarra, egy kicsit nehezebb, az tele van jogászias kifejezésekkel, azt nem ajánlom annyira, mint Pista bácsi könyve. Köszönöm szépen!